Mindig a kedvenc történetemet elmondom, az a Budvárnak a mondája, de van a Lakatos János vagy Páncélja, vagy ezek mind olyan történetek, amit alig is ismernek. Ezek a történetek is megtalálhatók a Székelyföldi legendáriumban. A kötet 155 székelyföldi mondát dolgoz fel, a gyerekek és felnőttek számára egyaránt érthető és élvezhető formában. Ami a szép az az, hogy a közösség bekapcsolódott. Tehát egyre, ugye 3,5 éve kezdtük, és hogy egyre népszerűbb lett maga a projekt, így kezdtek beküldeni emberek mondákat, legendákat, sőt olyan is volt, nem találtunk egy történetet, az egyik televízióban közé tettük a kérést, hogyha valaki tudja, küldje be, beküldték, szóval így az igazság, hogy végül is a könyvet nem mi készítettük, hanem most már azt kell mondjam, hogy egész Székelyföld, mondjuk így mindig viccesen, hogy egy négyzetkilométerre nálunk esik a legtöbb monda és legenda, ugye egész Erdély meg Románia területén. Ahhoz képest tényleg nagyon el voltak ezek a történetek hallgatva, nem, és iskolában se nagyon tanították, úgyhogy végülis itt volt az ideje, hogy kicsit napvilágra kerüljenek, és nem csak értékmentésről beszélünk, hanem itt turizmusról beszélünk, közösséget bevonjuk, tehát egy egész komoly projektnek nézünk elébe. Hiszen korábban már elkészült a legenda térkép és a legendárium honlapja is. A program életre hívói most azt ígérik, hogy a könyv után hamarosan egy rajzfilmben is életre kelnek majd a mondák szereplői. Hát azt hiszem, az Örkényév programjaiból rengeteget lehet majd választani idén, de ha nem az Örkényév eseményeit nézzük, akkor melyik téma tetszett az imént látottak közül önnek leginkább? A fotókiállításról szóló, mert én egy kicsit beleéltem magam, vagy beleolvastam magam, amiről boldogan elmondom, hogy tudnunk kellene arról, hogy a magyar fotográfia, ez nem csak magyar fotográfia, de hogy a magyar fotográfia milyen csodálatos nevek sorozatát adta a világnak, hogy ezt most próbáljuk felfedezni, úgy, ahogy az összes értékünket most, meg régebben, de hát mégiscsak most fedezzük föl, és hogy ez is egy főhajtás a magyar fotográfia előtt, még ha nem is teljesen magyar fotográfusok vannak rajta. És önök választanak, önök is legalább egy kulturális témát minden héten, hiszen tudják, a magyar kultúra 10 percnél sokkal többet ér.